Szia, örülök, hogy újra itt vagy. Ebben a videóban arról fogok neked beszélni, hogy hogyan működött régen, és hogyan működik ma a belvárosi ingatlan mafia. Remélem, nem lövöm le nagyon a poént, ha már most elárulom neked. Pontosan ugyanúgy. És hogy miért mondom ezt el most és itt? Talán hallottál róla, hogy a fideszes bűnözők kreáltak egy ügyet, amit úgy tálalhattak, hogy a saját maguk által irányított propaganda termékek korrupciós ügynek állítsák be az úgynevezett Városháza ügyet. Miszerint valakik valamit akarnak kezdeni a Városházával? Ha követed a folyamatos információ áramlást, akkor kiderült számodra is, hogy senki nem akarja eladni a Városházát. Viszont a Fidesz ezáltal a magyar kormány legutolsó zsarolók módszerét használva törbecsal embereket, meghamisítja a mondandójukat és rágalmazza őket. Ezt szoktuk meg tőlük. És mondjuk ki, összességében a politikai céljaik elérése érdekében gyakorlatilag semmitől nem riadnak vissza. Ez ma a Fidesz. És mindez miért? Hogy ellenpontot állítson a saját lopásainak. Hogy úgy csináljon, mintha a másik lopna. Ehhez kreál egy ügyet, a lopás látszatát kelti, de csak a látszatig jutnak. Ennek a látszatnak az erősítésére létrehozattak a fővárosban egy vizsgáló bizottságot is. Az meg felállt, és megállapított. Senki nem akart eladni a Városházát. Sőt, ha nem hiszel a bizottságnak, akkor menj el magad, nézd meg, a Városháza bizony még mindig ott áll a helyén. És ki van rá írva, hogy Városháza. Ez bizony azt jelenti, hogy köztulajdon. Mondhatnám a tiéd egy darabja. Na, ez például egy óriási különbség azokhoz az ingatlanokhoz képest, amelyeket különböző kerületekben, különböző módokon tüntettek el fideszes városvezetők. És másik szál, hogy bizony lebukott az igazságügyminisztérium államtitkára, az igazságügyminiszter Varga Judit jobb keze. Tudod, ők azok, akik párban engedélyezték újságírók, üzletemberek és ellenzéki politikusok megfigyelését, szóval ők és a gazdájuk, vélhetően egy bizonyos Tóni, lebuktak, hogy államilag szervezik a korrupciót. Semmi különös, egyetemi diplomát intéznek, mondjuk akinek akarnak éppen, mondjuk Rogán kabinetfőnökének, behajtói helyeket osztanak a családnak, támogatásokat nyúlnak le, szervezetten a legmagasabb kormányzati körökkel megtámogatva. És persze nagyon kiborulnak, más szót akartam használni, ha valaki elveszi a nénós autójukat, mert ők bizony azzal járnak, mint az ovizsok. Az egyik ilyen alsóbb soron levő figura, mondhatnám a gazdája embere, sok százmillió forintot keresett ezzel az államilag szervezett korrupciós üggyel. Most gondold el a gazdát. Mert biztosan tudod te is, hogy aki a póráznak azon a végén van, ahol Schadl és Völner, az bizony a maradékot kapja csak. Nekem is volt kutyám, hidd el, hogy tudom, nem az asztalhoz ült, csak alá, és nem a főfogást kapta, csak a maradékot. Szóval ez a pórázvégi fickó úgy gondolta, hogy van már egy nagyobb, a Duna egyik partjáról a másikon nézve is látható mennyiségű készpénze, érdemes lenne ezt tovább fialtatni. Így keresett egy másik üzletágat, vagy a jó gazda segített neki találni. Az üzletágat, amiben beszállt, piciben úgy hívják, mármint azt, amikor valaki azzal foglalkozik, hogy a lopott árut megveszi, mert olcsóért adják, hiszen lopott. Szóval ezt úgy hívják, hogy orgazda. Kicsiben. Nagyban más a neve, akkor úgy hívják, hogy Budapest belvárosi önkormányzatának ingatlan gazdálkodása szakosodott bűnszervezeti segédmunkása. Ő ebben a rendszerben egy kishal. De tudod, a kishalnak is van gazdája, nem csak a kutyának. És bizony ebben a rendszerben a kishal is jól jár. Mert ez egy kiépített rendszer, na ezt fogom neked most bemutatni. Ez a rendszer már legalább 3 ciklus óta működik, Rogán Antal vezetésével, és így játszották ki a belvárosi ingatlan vagyonának jelentős részét. Ahogy mondtam, Rogán állította föl ezt a rendszert, vagy az ő vezetésével állították föl, azóta Szentgyörgyöli Péter vezeti, illetve Böröc László asszisztál nekik. Mindegyik haszonélvezője ennek a rendszernek. Rogánról már bírósági ítélet is kimondta, hogy joggal nevezhető bűnözőnek. Sok-sok adat utal erre. Például az egészen biztosan, hogyha valaki egész életében a politikából élt, akkor nem engedhetné meg magának, legalábbis anyagilag biztos, hogy nem engedhetné meg magának egy miniszter, hogy Louis Vuitton legyen a munkaruhája, és helikopter repkedjen össze-vissza, milliárdos ingatlanokat cserélgessen lakhelyként, szóval az biztos, hogy ez arra utal, hogy valamit nem tisztességesen csinál. Ennél azonban lényegesebb, hogy ebben az eljárásban több bizonyíték mellett Portik Tamás szájából hangzott el a következő állítás, ami egyébként a rendszert írta le. A lényeg az, hogy Tóni intézi a piaci ember jóval alacsonyabban megszerezhető. Utána elmondta azt is, hogy miért állt érdekében szólni, akinek a polgármesterség idején kilakították a rendszert. Újra kér a pénzt, sűrűen beszélgetés
követően a Mariannán megfigyelt, hogy milyen van a tónra. 10 millió forintra megfelelően Európa hatott a nekem, ott beírtam a belvárosba, köszöntem a tónra, a tón is köszönöm nekem. Én ezt átadtam, megnézte, mondta, hogy nagyon szépen köszönöm. Na, és mit mondott erre Rogán? Figyelj! Természetesen Portik Tamással soha nem találkoztam, soha vele semmilyen kapcsolatom nem volt. De ez persze kevesen hízik el neki, még a saját pártársai sem. Most Rogán Antal hiába áll ki és mond valamit, azt jelentős része az embereknek nem fogják elhívni. Tehát, hogy igazából ezt a hatóságnak kell tisztázni, és tisztába kell tenni, hogy történhetett-e ilyen vagy sem. Szentgyörgyövölgyi Péter a másik figura, aki politikai végrehajtóként ott maradt a kerületben, és aláír ma Rogán helyett. Az ő polgármestersége idén ugyanaz folytatódott, mint előtte. Sok milliárd forint értékben adott el, akár egyszemélyi döntéssel is ingatlanokat. Tudod, a vírus helyzet lehetővé tette ezt jogilag. Legutóbb éppen 2,7 milliárd egy csomag, ezt így hús ellökte, na most ebben volt az is, amit éppen ez a Shadow nevű fickó vett meg. Legutóbb 2,7 milliárdért adott el úgy, hogy bár az ellenzék követelte, hogy ingatlanokkal foglalkozó lapokban is hirdessék meg őket, mármint az ingatlanokat, vagy legalább országos napilapokban, ezt nem tették meg. Kizárólag a helyi fideszes propagandalapban tették össze a hirdetést, és láss csodát, jelentkeztek rá így is, például ez a Shadow nevű. Ezek az ingatlanok legalább a dupláját érik, mint amennyiért elmentek, de akár 3-4-szeres is lehet a szorzó. Persze csak ha a haszon maximalizálása lenne a cél, és ha ezt a hasznot az önkormányzatnál képzeljük el. Mert valakik nyilván jól kerestek így is ezzel. De úgy tűnik, a cél itt nem ez volt, hanem hogy valaki más keressen ezzel jól. Például Shadow, mert hogy vele is ez történt. Mert tudod, ő az, akiről beszélek, hogy lebukott. Például azzal, hogy Rogán jobb kezének intézi a jogi diplomát. Ez az a Rogán által felkarolt csávó, akinek az apja nevére írattak ingatlanokat, amiket Rogán bérel. Papíron. Hogy miért mondom, hogy csak papíron? Mert hogy biztos vagyok benne, hogy Rogán nem tudna a tisztességes fizetéséből olyan színvonalon élni, ahogy teszi, úgy abban is biztos vagyok, hogy egy házmester, ami ennek a fickónak az apja, nem tudna a legális fizetéséből milliárdos értékű ingatlanokat vásárolni, amit aztán ez a Rogán nevű ember bérelhet. Az életszerű az, hogy Rogán fél a nevére venni bármit, ezért strómanokat keres, ilyen például a jobb keze a kabinet főnökének az apja. Ő pedig cserébe elintézi a diplomát a fiúnak, és mellette még egész jó megélhetést is biztosít. Az apa meg cserében vállalja, az ő nevén van minden. Ez egy kis kör, egy nagy körön belül. Na ehhez hasonló folyamatokat asszisztált végig országgyűlési képviselőként Böröc László, ott a kerületben, ő volt egyébként korábban az alpolgármester, és vicces módon egyébként őt fogja indítani a Fidesz most is a kerületben. Ő bizony Rogán embere. Rogánt követte a Fidelitas élén, majd a belvárosban is, majd az országgyűlésben is. És ő az, aki ezt a rendszert ki akarta terjeszteni az egész országra. Tulajdonképpen a folyamat úgy néz ki, hogyha elfogadja a parlament ezt a törvényt, akkor a hatályba lépését követően, ami a törvény elfogadása után lesz, a önkormányzati bérlakásban élőknek kérelmezniük kell az önkormányzatokat, hogy mérjék fel az ingatlanokat, forgalomértékbecslést készítsenek. Az önkormányzatoknak erre 6 hónapjuk lesz a törvény szerint, ha így fogadja el a parlament, és ezek után, a 6. hónap után, amikor már kiközölték a forgalmi értéket, akkor állapítják meg a vételárat, annak függvényében, hogy ki mióta bérlő. Aki egy éve bérli annak, aki nincs egy éve, hogy bérlőnek 30%, és akkor évente megyünk 1%-ot le. Tehát aki 15 éve, legalább 15 éve bérli, annak 15%-os forgalomérték 15%-án vásárolhatja meg az ingatlan. Csak hát ugye ez a kis butus azt nem tudta, hogy nem mindenhol lopja el a teljes testület az összes pénzt. Az ingatlanadásokból van, ahol még esetleg nem is lopnak, hanem a közérdekében használják föl. Böröc ezt nem tudhatta, hiszen Rogán nem így nevelte ki. Ezért nagyon meglepődött, hogy még fideszes polgármesterek is, mondhatnám, erősen felszólaltak ellene, olyan elementáris ellenállásba ütközött a javaslata, hogy vissza kellett vonnia. Most arra hajt a helyi Fidesz, hogy ez a csávó, Böröc László legyen az országgyűlési képviselő. Hogy váltsák le Csárdi Antalt, aki viszont feljelentést tesz az ilyen ügyekben. Ezt a több százmillió forint értékű telket, illetve az azon fekvő 93 négyzetméter hasznos alapterülettel rendelkező üzlethelyiséget 15 millió forintért, négyzetméterenként tényleg pár százezer forintért adta el az önkormányzat. Ez konkrétan szerintem a költségvetési csalás gyanúját veti föl, illetve hát a hűtlen kezelés szerintem biztosan megáll. De a feljelentések, mint tudjuk, nem sokat érnek, kanyarodjuk vissza magához a rendszerhez, mert ez a lényeg.
És ebben az ügyben, mármint a rendszer felállítása és üzemeltetése ügyében már 2014-ben feljelentést tettem, 8 éve. A feljelentésem tárgya a Belváros-Lipótváros önkormányzata ingatlan vagyonának értékesítése során éveken át folytatott szabálysértő gyakorlat volt. Hűtlen kezelés, csalás, hivatali visszaélés, mindez üzletszerűen és bűnszervezetben elkövetve. Ez összességében különösen jelentős hátrányt okozott az önkormányzatnak, hogy jogi nyelven mondjam, kárt szenvedett a magyar állam, az állampolgárok, te magad is. És bizony sokkal fontosabb magának a komplett modellnek a megértése, mint az egyes kiragadott, bár valóban irritáló esetiki példák. Az elkövetői kör egyes tagjai, Rogán, Böröc és a Slep, olyan magas szintű közgazdasági és jogi szakértelemmel és nem utolsó sorban döntéshozatali pozícióval rendelkeznek, ami lehetővé tette számukra, hogy a törvényesség látszatát keltsék. Később ezt a látszatot támasztják alá modellen belül az egyes, egyébként valóban törvényes ügyletekkel. Mármint, hogy ezek szerint törvényesek. A rendszerben mindenkinek, illetve mindenek megvan a szerepe, funkciója, és ez mind-mind azt szolgálja, hogy a végrehajtó emberek elérjék a céljukat, tehát, hogy hozzájuk jusson a közvagyon. Elmondom neked 5 pontban, hogyan működött ez a modell Budapest belvárosában, Rogán Antal, Szentgyörgyi Péter, Böröc László vezetése alatt. És hogy működik ma is. Egy önkormányzatot az ingatlanai tekintetében úgynevezett gazdálkodási kötelezettség terhel. Ez a gazdálkodási kötelezettség kiterjed az ingatlanok kezelésére, értékesítésére, illetve mindezen tevékenységek tervezésére is. Ez az első, nagyon fontos lépés. A tervezés célja az ingatlanokkal kapcsolatos bevételek és kiadások alakulásának meghatározása. Az önkormányzat itt, ebben az esetben ingatlan gazdálkodásról semmit nem tett. Nem tervezett előre. Nem is gazdálkodott ezáltal. Ez, tehát a tervezés az egyik legfontosabb pont. Ugyanis egy önkormányzatnak kutya kötelessége tervezni az ingatlanok eladását, így kerül be a bevételi és kiadási oldalra is egy-egy tétel. Ha nem terveznek, akkor nem kerül be sehova, ebből nekünk az következik, hogy nem is fog hiányozni. Ugyanis mivel nem számol előre velük, ezért az azzal kapcsolatos gazdálkodás is lehetetlen, ezáltal, tehát a tervezés hiánya által egy garantált, hogy a költségvetés akkor is rendben lesz, ha negyedáron adnak el ingatlant. Hiszen nem hiányzik a költségvetésből ez az összeg, mert nem terveztek vele. Mivel azonban nincsen ingatlan gazdálkodás, nincsen tervezés, ezért szükséges annak alátámasztás, hogy mégis miért adnak el ingatlant. Ezért a döntést megalapozó szakértelem látszatának megteremtésére egy tanácsadó céggel kötött szerződést a belvárosi önkormányzat. A cég megbízása és a tevékenysége az önkormányzat számára nem csak teljesen szükségtelen és felesleges volt, de teljesítmény nélkül is valósult meg, nem volt teljesítmény a megbízás mögött. Ugyanis a szakértő jelentés, ami az eladások szükségességét megalapozta, minden esetben egy 4 oldalas sablon szöveg volt, ugyanaz volt leírva mindig mindenhol, majd hozzácsaptak 3 oldalnyi adatot, amit az önkormányzattól kaptak meg, például, hogy hány négyzetméter az ingatlan, hol helyezkedik el. Hát ezeket szerintem te is oda tudnád még írni, lepecsételnéd, és azt mondanád, hogy ez egy szakértő jelentés, mely alátámasztja, hogy ez az ingatlan bizony eladható, sőt, jó, ha eladjuk. Hogy valóban szakértői jelentésnek tűnjön, még pontoztak is. Odaírtak mindenféle pontszámot, hogy mennyit ér, hogy itt helyezkedik el, mennyit ér, hogy ennyi négyzetméter. Egy bibi van, hogy ez a pontozás sehol semmilyen módon nem számolt bele semmibe. Ami a cég elé került ingatlan, az bizony mindent el is adták. Tök mindegy, hogy mi volt ráírva a papírra. Na ez is talán alátámasztja, hogy ezeket csak úgy legyártották, hogy legyen mire hivatkozni, hogy itt bizony van egy szakértői jelentés, ez az ingatlan eladható. Ezért ez a cég pénzt kapott, Rogán, Szentgyörgyi, Böröc pedig mutogathattak, hogy el kell adni. És láss csodát, pont azok az ingatlanok kerültek ilyen módon értékelésre, tehát azokat vizsgálták egyáltalán meg, amelyekre egy vevő vételi szándékot jelentett be. És az már csak a vicces lebukás kategóriája, hogy ezek az anyagok rögtön a 70%-os elővásárlás mellett eladási értéket is kiszámolták, pedig elvileg még azt sem tudhatták, hogy kijelölik elidegenítésre ezeket az ingatlanokat, nemhogy még egyébként jogosult lesz a vevő 70%-on megvásárolni őket. Ez bizony lebukás lenne. Na, ezután jött az értékbecslésnek nevezett játék. Nyilván ez kötelező, valamit csak be kell csatolni, hogy mi alapján adták el éppen annyiért az ingatlanokat. Maga a dokumentum nem felel meg még az önkormányzat előírásainak sem, nemhogy egy szakmai sztendernek.
ezért nevezem játéknak. Na meg azért, mert azok vehettek részt benne, akiknek Rogán lapot osztott. Így hosszú ideig dr. Lubowski György cége végezte az értékbecslést. Ismerős név, nem? Na ez nem véletlen, hiszen a lánya, Lubowski Csilla, ma is a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője a belvárosban. És nem mellesleg maga Lubowski György is képviselő volt Fidesz-KDNP szünetben az országgyűlésben a haláláig. Egész pontosan a Mentelmi Bizottság elnöke. Tudod, ez az a bizottság, amelyik nem hagyta Rogán ingatlanügyeit kivizsgálni, még akkor sem, amikor még csak nőttek az ingatlanjai, nemhogy eladott csőszámtól mennyit. Szóval az általa készített forgalmi értékmeghatározások egyetlen esetben sem feleltek meg, sem az önkormányzati rendeletek által előírt tartalmi követelményeknek, sem semmilyen szakmai sztendernek. És így, mivel nem felelt meg semminek, de nem volt, aki számon kérje, bármilyen összeg ráírható volt. Akár az ingatlan valós értékének a fele is. Vagy ha túl sok, akkor legyen a harmada. Maradhat? Maradjon. Tehát ott tartunk, hogy mivel nincs tervezés, bármi eladható. Nem fog hiányozni senkinek. Van szakértő jelentés, hogy az adott ingatlan eladható, amire jelentkezett valaki, és most már van értékbecslés is jó áron. Na menjünk tovább, mert hiába jelöli ki értékesítésre a megszerezni kívánt ingatlan, hiába készül ahhoz tetszőleges értékbecslés, ha mindezek alapján még az önkormányzati pályáztatás szabályait is be kellene tartani, mert akkor még a végén verseny alakulna ki, és ki tudja, hogy kivinnél ezt az ingatlant jó áron. Ezt pedig a rendszer nem engedheti meg. Mert ugye alapból azt gondolná az ember, hogy egy önkormányzat jelöli ki, hogy mit akar eladni. Majd meghirdeti. Itt bizony nem így megy. Itt a vevő jelentkezik, hogy ő megvenné azt a valamit, amit bemond. Ehhez készítették el a jogszabályt is. Elnevezték ezt elővásárlási jognak. De nagyon vigyázz, mert ennek semmi köze ahhoz, amit te elővásárlási jogként ismersz. Nem azt jelenti, hogy ha két azonos ajánlatot tesz valaki, meg egy másik valaki, akkor az egyik fél, mondjuk a bérlő, megkapja az ingatlant ugyanazon az áron. Itt azt jelenti, hogy csak a jelentkezőnek van joga megvenni. Az előbb ismertetett, felülről irányított folyamat lezongorázása után, tehát kizárólag a jelentkező vehette meg. Ezt nevezték ők elővételi jognak. Ez a megoldás nem csak a kizárólagos vevői pozícióba kerülést garantálja, de azt is, hogy a fentieken bemutatott ingatlaneladási árképzést a külső piaci körülmények semmiképp sem befolyásolják. Innentől kezdve tehát a vevő jelöltnek egyetlen egy feladata volt, a kívánt ingatlan bérlői pozíciójának megszerzése. Mert azé az úgynevezett elővételi jog, aki a bérlő. Ebben a modellben minden esetben a potenciális vevő élt a kezdeményezéssel. Előbb bérlővé vált, megszerezve a kapcsolódó jogosultságokat, majd az önkormányzat megkezdte a kiszolgálását. Jött a külső szakértői elemzés, ennek segítségével eladásra kínáltak az ingatlant, hozzácsapták az értékbecslést, jellemzően már féláron, majd felajánlotta a bérlőnek a megadott adatokkal a vételre, a vevő pedig élt a számára biztosított vételi joggal. És megvette harmad vagy negyedáron az ingatlant, mert azt még nem is mondtam, hogy ugye aki bérlő, hát az 70%-on veheti meg az ingatlant. Így esett meg, hogy többen ennek az irányított folyamatnak az eredményeképpen akár csak egy-két nappal vagy egy-két hónappal korábban lettek bérlői az adott ingatlannak, mint hogy bejelentették a vételi szándékukat, majd az önkormányzat eladta nekik az általa behozott ingatlant. Ez egy egész jó üzletnek tűnik, nem? Így adták el a belvárosban az ingatlanok jelentős részét. Bocs, szeretnék pontosan fogalmazni. A belvárosi önkormányzat 10 évvel korábbi ingatlan vagyonának jelentős részét eladták. De mindet így. Ez nagyon sok milliárd forint. 50 és 100 milliárd forint közötti érték lehet. Így került az Orbán családhoz köthető török és arab befektetők kezébe mondjuk a Clotild és a Matild palota. Az értéke töredékéért. Így adták el a párizsi udvart töredékáron, szintén Orbán köreinek. De így adtak el több százmillió forintos ingatlant a belvárosi önkormányzatnak, ezeket az ügyeket lebonyolító ügyvédnek, Sándor Zsoltnak, így kapott Kertész Balázs, Rogán ügyvédje, szintén ingatlan, így lakott Habony Árpád a belvárosban, vagy a felesége Kaminski Fanni, így kapott Szentgyörgyvöli Péter, a jelenlegi polgármester is ugyanitt lakást, és így épített bizony Gyirószász András is szállodát a kerületben. De ne félj, minden egyes belvárosi képviselő ugyanígy valahogy ingatlanhoz jutott a kerületben. És ne izgulj, nem egyhez, többhöz.
Nem feltétlenül tudunk ennek utána menni, mert nem feltétlenül a saját nevükre vették meg, nem feltétlenül követhetők ezek az ügyek, akkor, hogyha a rendőrség nem dolgozik, hogyha az ügyészség nem emel vádat. És elmondom neked, hogy bizony Sádl György is így vásárolta meg azokat az ingatlanokat, amiket megvett a végrehajtói vonalon elsikasztott pénzből. És bizony, bár nem mentem utána, de az a sejtésem, hogy ez nem csak az 5. kerületben működött így. Voltak információim arra, hogy bizony a kerületi képviselők azok csencselnek egymással. Tehát mondjuk a 8. kerületi képviselők azok az 5. kerületben vesznek lakást, így, míg az 5. kerületi képviselők a 8. kerületben. Ennek bizony utána kéne menni, és ha működne a rendőrség, ha ellátná a dolgát az ügyészség, akkor utána is lehetne menni. Nem olyan bonyolult dolog, én innen helyből meg tudnám oldani, ha megrendelnek a megfelelő jogosítványaim. De nincsenek meg. Ahhoz, hogy meglegyenek, ahhoz, hogy a tényfeltárás működjön, ahhoz, hogy a rendőrség üldözze a bűn, ahhoz, hogy az ügyészség vádat emeljen, bizony kormányváltásra van szükség. Na és ez az, amiért te is tehetsz. Mert hiába küldtem el 8 éve Polt Péternek, ennél sokkal részletesebben dokumentumokkal alátámasztva, hogy hogy működik ez a rendszer, bizony nem nyomoztak. Nem történt semmi. És Rogánból miniszter lett. Orbán az ilyen embereket emeli magasra, hisz itt is igaz, ami a vidéki választókerületekben elmondható, hogy valójában az ő érdekét képviselik ezek a mi haszna elvtelen haszonlesők, a nagyot Orbán kaszálja, utána nyilván jön Rogán, utána pedig a böröc típusú segnyalók, egészen Sádlig. Amerre csak járok az országban, hasonló módszerrel lopnak el mindent. Ingatlant, földet, erdőt, uniós forrást, az adódat, mindent, ami mozdítható, meg ami nem mozdítható, azt is. Mert hogy ez a rendszer maga. Ezt már 2015-ben elmondta Lánci András, Orbán egyik ideológusa, tőle idézek. Amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája. Ezen azt értem, hogy olyan célokat tűzött ki a kormány, mint a hazai vállalkozói réteg kialakítása, az erős Magyarország pilléreinek a kiépítése vidéken vagy az iparban. Ez politikai nézőpont. Itt valójában a korrupció szó mítikussá tételéről van szó, fogalmazott Lánci András. A korrupciót misztifikálják, de valójában lopnak. Azt hazudják, hogy a hazai vállalkozásokat segítik, miközben Orbán vagyonát növelik. Orbán vagyonát kezeli egy szűk kör, amelyik a nevére hajlandó venni. Tiborcz, Mészáros, és fel nem sorolom őket, majd sorolja a bíró, amikor ítéletet hirdet. Addig pedig Orbán folytatja ezt a politikát, nem kicsiben, nagyban, éppen olyanokkal szövetkezik, akik ugyanezt csinálják a saját népükkel, a saját országukban, a saját eszközeikkel. Putyin, Erdogan, egy kör Orbánnal. Na ezt kell leváltanunk. Nehéz lesz, de ha tudod, segíts benne te is. Én próbálok azzal, hogy elmondom a magam által ismert ügyeket, mint ezt. Kérlek, hogyha teheted, akkor támogasd ezt a tevékenységet, akkor tudok menni helybe is utazva, vagy el tudom mondani itt összeszedve. De támogass másokat is, akik azért dolgoznak, hogy kormányváltás legyen 2 hónap múlva. Támogass például a 20k.hu kezdeményezését, sőt még jobb, hogyha jelentkezel te magad is szavazóköri delegáltnak. Próbáljunk meg odafigyelni arra, hogy legalább a választások legalább azon a napon tisztán menjenek, mert erre sajnos ma nincsen garancia, amikor az állam áll szembe az ellenzéki pártokkal. Szóval támogass bárkit, akár munkával, akár megosztással, akár lájkkal, akár anyagilag. A lényeg, hogy vegyél részt ebben a munkában, akkor egy jobb országban fogunk élni. Én is ezen dolgozom, remélem te is.